Kürtös kalács, fánk és forralt bor illata csalogatta ki a falubelieket az első ízben megrendezett adventi kirakodó vására Kocsolán. Az önkormányzat a programmal hagyományt szeretne teremteni. Egy kis karácsonyi hangulatot szeretnénk ide varázsolni. Szerintem maga a helyszín is adott, a forralt bor, a mézes kalács, a kürtös kalács, a minifánk, a különböző kézműveseknek a vására. Úgyhogy szerintem mindenki megtalálhatja itt, amit szeretne esetleg a karácsony alkalmából vásárolni és hazavinni. Egy kis karácsonyi hangulatot szerettünk volna bevinni az emberek életébe, mert úgyis ez a mai rohanó világ, ezek a hétköznapok, és hogy egy kicsit itt el tudnak beszélgetni az emberek, egy kicsit jól érezik magukat, beszélgetnek, forradboroznak, vásárolgatnak, vagy csak nézelődnek. Az ünnepi hangulatot a helyi iskolások és óvodások műsora is fokozta. Verseket adtak elő, karácsonyi dalokat énekeltek a közönségnek. Énekeljünk egy szép dal, hívjuk együtt az angyal, robbanj, icipici kis gyertyát, őszi fényel angyalka. Az óvodások egy külön standdal vettek részt a vásáron, ahová a saját készítésű kézműves termékeiket pakolták ki. Nagyon fontos számunkra, hogy a közösséggel együtt működjünk, hogy a gyerekek már kiskorban megtanulják. Létrehoztunk egy szlogent is, hogy kicsik a közösségért. Részt vettünk itt az adventi gyertyagyújtásban, és még két alkalommal is. A szülőkkel közösen, a pedagógusokkal, a gyerekekkel együtt készítettük a termékeinket. Kézműveskedés, mézes kalács, mindenféle finomság is van, és ezzel próbálunk hozzájárulni a közösségi munkához, illetve az együttléthez. Az év utolsó napjáig még több programmal várja az önkormányzat a falu apraja nagyját. Most hétfőn volt itt a Mikulásunk, ami szintén első alkalommal rendeztük itt a vendégháznál, nagyon nagy sikerrel, óvodások és iskolásoknak egyaránt, 0-tól 14 éves korig jöhettek a gyerekek, és a Mikulás adott át mindenkinek egy-egy ajándékot, fotózkodás, örömködés, verselgetés, minden volt. Szeretnénk még mindenképp egy karácsonyi hangulatot, hogy fokozzuk egy hangversenyt rendezni. Ez december 24-re gondoltunk, délután 3 órai kezdettel szeretnénk ezt megtartani, és természetesen december 31-én pedig egy szilveszteri futással zárnánk az évet. Karácsonyig minden hétfőn közös adventi gyertyagyújtásra várnak mindenkit a vendégház udvarára.